Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. A mai videóban egy Omega klónnal fogunk megismerkedni, hogy kell beüzemelni, mik az előnyei, hátrányai. Nézzük meg közelebbről. Na, először is itt van a készség. Rövid drippel, itt egy Omega logó, az alján pedig egy sorszám. Mindjárt megnézzük tüzetesebben. Aztán itt van egy hosszú drip. Mi van még itt? Üvegszál. Ógyűrű készlet. Ellenálláshúzal. Ez a dripnek volt a zacsia. És egy icipici csavarhúzó. A sallangokat én most félre is teszem. Nézzük meg közelebbről a belsejét. Ehhez én segítségül hívok egy modot, amire rátekerem, hogy szét tudjam húzni. Húzni. A belseje a palást, három darab levegőlyukkal itt, nem tudom mennyire lehet látni, aha, itt a két lyuk szemben egymással, itt a harmadik, hogyha egy levegőzőjukas üzemmódban szeretnénk használni. Itt van az alsó része, mindjárt keresek egy fókuszt, pillanat. Három bekötési pontunk van, két levegőzőjük. Azt észrevehetjük egyébként, hogy ez a levegőzőjük méret köszönő viszonyban nincs ezzel, tehát kívülről nagyobbnak látszik, mint a valóságos. Illetve azt látjuk még, hogy itt a bekötési pont, és eléggé közel van hozzá a levegő furat. Én ezt a részét szerettem a legkevésbé, elég nehéz volt megtalálni azt a tekerést, és amit látjátok, benne is hagytam, sajnáltam kivenni, mert bevált recepten ne változtassunk, maradjon így, hogyha már működik. Ettől függetlenül, amit még észrevettem, és ezt majd megemlítem a végső értékelésben is, ugye itt van ez a kettő darab ógyűrű. E fölött helyezkedik el a levegőzőjük, ami olyan szempontból lehet nekünk problémás, hogyha ezt a palástot rárakjuk, azért ráhagyással dolgoztak. Tehát, hogyha én csak egy levegőzőjükkel használnám, akkor is egy pici falsót tud szívni a másik két levegőjükből, hiszen a belső palást és itt a palást között be tud szivárogni a levegő. Nem vészes egyébként, csak mint észrevétel megjegyeztem. Én tekertem bele kétszer 6 menetet, ha jól emlékszem, nem a legjobban sikerült tekerések, de ezen most így működik. Nézzük meg, hogy egyáltalán ízzik-e. Jó lesz ez. Kicsit hagyjuk hűlni. Addig vesszük a már megszokott kis vattás kukacunkat. Nem kell nagy darab. A végét megpederjük. Egyik. Másik. És helyezzük bele.
Miután lecsíptem a végét, mert így nehéz lesz belefűzni. Itt ez megvan. Egyik oldal, másik oldal. Elrendezzük a pattát. Most megöntözzük. Jó lesz. Megnézzük, milyen füstje van. Több, mint elég. Nézzük meg akkor élesben. Az imént beüzemeltük az omegát, illetve a klónját. Nézzük meg egy mehán, hogy teljesít a történet. Kicsit az előbb túltöltöttem, de ez úgyis hamar el fog fogyni. Nézzük. És már mintha fogyna is. Igen. Rátöltünk egy picit. Úgy. Füstre nem lesz panasz. Megnézzük még egy ilyen csőmódon is elég kultúráltan néz ki a történet. Ha értékelni szeretnénk, akkor én haladnék belülről kifelé. Ami pozitív belül ez a három bekötési pont, illetve hát ugye a két mínusz és a középső pont, tehát duálban is lehet hajtani. Ami viszont kontra, és nem tetszett, az a levegő furatnak a pozíciója, tehát nagyon, nagyon oldalt van a csavarok, majdnem a csavarok vonalával egy síkban van, ez nekem nem tetszett. Ha tovább haladunk, picit megtörlöm itt a történetet, tovább haladunk, akkor ugye látjuk, hogy ez a furat itt, ez körülbelül egy milliméter, ami kicsit csalóka, hogy maga a kupak az jóval nagyobb, tehát hogyha valaki először a palástot veszi kézbe, akkor úgy is gondolhatja, hogy ezen keresztül fog levegőt venni, nem. Sajnos más a két furatnak a mérete. És rögtön látjuk azt is, hogy a bázis elemen a furat, az a kettő darab ógyűrű fölött helyezkedik el. Tehát, hogyha ezt rárakjuk,
könnyen rákattan, viszont ugye, ha a két anyag átmérőjét nézzük, akkor ugye mindenféleképpen kellett egy kis ráhagyás, hogy egyáltalán össze lehessen tolni a kettőt. Én ezért sokszor éreztem úgy, hogy falsot szívok, mondjuk egy lyukat használva single coil módban, azért, mert a másik két lyuk hiába nem nézett furatra, oldalt azért egy minimális levegőt kapott. Illetve hát, amit mondtam az előbb, hogy a külső az nagy, de hát a belső pici, és ugye mindig a legkisebb átmérőt kell nézni, hiszen annál több nem fog a tekerésünkre jutni levegő. Ami nem tetszett, ezt mindig elmondom, az a sorszámozás alul, illetve az Omega embléma, illetve betű az oldalán. A forgalmazó azt mondta, hogy ő enélkül kérte, aztán hát mégis így jött. Most nyugodjunk bele, hogy ez így marad. Egyébként a kidolgozásával kívülről semmi probléma nincs. Én a hosszabbik drippel használtam, teljesen jó volt, passzolt. Egy kicsit fura, hogy a drip az mintha polírozott lenne, a test meg nem igazán, ez az új lenyomott gyűjtős történet, tehát egy pici különbség látszik az anyagban, de nem vészes, és együtt lehet vele élni. Ja, zsebzár. Nagyon közvetlen kis készség, és az ízeket nagyon jó kihozza, és fura, hogy még ezzel a dual tekeréssel sem úgy melegszik, mint ahogy én azt gondoltam. Teljesen baráti a történet. Megérett az idő, hogy csöpögtessünk rá újból. Hát igen, ez a hátránya. Eszik, mint az Isten nyila. Összességében a hibái ellenére, amiket felsoroltam az imént, én azt mondom, hogy nekem tetszett. Nagyon egyszerű a beüzemelése, és onnantól kezdve, hogy megtaláltuk azt a pozíciót a tekerésnek, amivel pontosan rá megy a levegő, azért nagyon sokat tudunk javítani, mind a gőz, mind az íz mennyiségén, és így nekem most teljesen jó ez a beállítás. Mondanom kéne rá valamit, hogy mi a végső szó, azt mondom, hogy aki egy olcsó, egyszerű dual drip kazánt keres, az akár meg is állhat itt, a hibái ellenére szerethető és egyszerűen karbantartható a történet. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Sziasztok!